Idén könnyű megjegyezni az ünnepkör kezdetének idejét, hiszen advent első vasárnapja december 1-ére esik. Ezen a napon gyújtjuk meg az első gyertyát a koszorún, ami hagyományosan lila színű. Ez ugyanis az advent liturgikus színe, amely bűnbánatot, az összeszedettséget és a szent fegyelmet jelképezi. Mindegy. Csantavéren a falu apraja nagyja összegyűlt. Meggyújtották az első gyertyát a templom előtti téren. A karácsony mindenki számára mást jelent. Hajtsunk Leó kedvenc ünnepe azért, mert ilyenkor az egész család együtt van. Csinálunk sütit, és egy pohárba öntünk tejet a Mikulásnak, mind a legtöbben. És jön minden évben a Mikulás? Igen. És miket hoz? Hát az mindig mást. Egyszer kértem tőle egy társas játékot. Bár nekem az is megfelelt, amit kaptam. Mert gumicukrot kaptam. A karácsonyi ünnepkörhöz számos népszokás hiedelem kapcsolódik. A gyerekek a családi meghittséget és a közös programokat szeretik. Szoktuk díszíteni a karácsonyfát, és még szoktunk verseket is mondani, díszíteni az ablakokat. A csontavéri származású Angyal Arnold Jeremiás, ferences testvér prédikációjában egyebek között arról beszélt, hogy rohanó világunkban fontos lenne, hogy ebben az időszakban elcsendesüljünk és magunkba forduljunk. Külsőségekkel vagyunk el, nem annyira lényegre figyelünk, nem Krisztus születésre, nem az, hogy most ajándékot adjunk egymásnak, megvegyük az ajándékot, hogyan vegyük meg, milyen legyen, milyen díszek legyenek a fán, meg egyáltalán legyen karácsonyfa, és mindeközben elveszik a lényeg az, hogy Isten Jézus Krisztus személyében emberré lett, és köztünk lakott, és ezt szerint körülmények között tette meg. Advent második vasárnapján, azaz december 8-án szintén egy lila színű gyertyát kell meggyújtanunk, ami hitünk szerint a reményt jelképezi.